Sziasztok! Ismét pikpakkétert készítettem a mai napon. Nézzétek meg, hogy mik ezek. Ezt a tortellint most 5 főre készítem el, és akkor ugye ott van, hogy 3 perc alatt kell majd készre főzni, úgyhogy legelőször forralunk vizet, és akkor kifőzzük a tortelléniket. Én mindig a vizet egy picit megsózom, és öntök bele a tésztát főzök ki egy pici olajat. És akkor mehet bele a tortellini. Egyébként ezt a tortellinit a Lidl-ben vásároltam. És akkor ugye újra forrástól kell 3 percig főzni. Amíg kifőzzük a tésztát, addig egy kis olajat, én kókuszolajat tettem szokásosan, megmelegítünk, és arra tesszük a hagymát. Ehhez teszünk kb. 30 deka összevágott sonkát, a csirkemell sonka. Ehhez én vágok egy csokor snidlinget. Ha nincs otthon, akkor természetesen nem kell, de fokhagymát is tehetek bele. Teljesen rátoktam bízva nyilván, hogy mi van otthon, a hűtőben mit találtok. Nekem mindig van ilyen kis fűszerkertem, amiből ezeket a kis fűszereket le tudom szedni. Miután megpirult a sonka, egy doboz kukoricát hozzáöntünk, vagy ha fagyasztott van nektek hozzá, akkor azt is hozzá lehet önteni. Csak ugye a fagyasztottal viszont kell egy kicsit még pirítani a sonkával, mert az meg hideg, meg fagyott, meg kemény, ez meg ugye meg van pirítva. Ehhez hozzáöntjük a tésztát. Le is kapcsolhatjuk a lapot alatta. És most tejfölt fogunk még hozzá keverni. És rágunk rá egy kis petrezselymet. Gondoljátok, még reszelhettek rá sajtot is, minden ilyen összetevő csak még finomabbá teszi a tésztánkat. Úgyhogy el is készül, amint látjátok, ez is egy gyors kis pakétel. A fagyasztott epret, ez 750 g eper, beleöntjük egy tálba, amiben majd botmixerrel fogunk dolgozni. Ehhez öntünk tejszínt. Én az Aldinak a habtejszínét szoktam használni. Ha lehet, mindig ezt a fajtát vásárolom, mert nagyon szeretem. Jelenleg 4 decit teszek hozzá. A világ legegyszerűbb gyümölcslevese, ami most készül. Ha nem fagyasztott epret vesztek, hanem ugye frisset, akkor nagyon éretnek kell lenni, hogy így készítsétek el. Ha egy kicsit keményebb, akkor én mindenképpen tanácsolom, hogy picit meg kell főzni. Tehát az állagától függ. Egy csomag vaníliás cukor.
őrölt fahéj, ez ugye ízlés dolga, én most beleteszek ebbe egy kávéskanálnyit, aztán őrölt szegfűszeg, ez is megint ízlés dolga, ebből egy fél kávéskanálnyit, és lehet még reszelt citromhéjat is. Következő, hogy botmixerrel összetörjük ezt az egészet. Amikor ezzel meg vagyunk, látjuk, hogy ez elég sűrű, hogy most tejjel fogjuk ezt az egészet lazítani. Amikor meg vagyunk, még egy pici tejet majd fogok beletenni, megkóstoljuk, hogy elég édes-e. Ez biztos, hogy nem lesz elég édes. Még egy pici cukrot. Beleteszünk hát egy jó evőkanálnyi cukrot. Majd megkóstoljuk, hogy most milyen. Nekem még kell bele egy pici cukor. Egyébként banánt is tehettek bele, az is egy plusz ízt ad neki, és hát ugye, hogyha nem cukrot szeretnétek, akkor a banán is megfelelően édesíti. Picit tejet. És még egy pici cukrot. Teszek bele egy pici fahéjat is. És elkészült az eperkrémleves. Innentől kezdve bármilyen gyümölcsöt, akár meggyet, akár epret, én most málnát fogok beletenni. Fagyasztottat is lehet, olyat is, amit frissen vásároltok. Hozzárakjátok, vagy összevágtok barackot, bármit. Tényleg ez már rátok van bízva, hogy hogyan készítitek el. Az a lényeg, hogy az alapja, ugye ez az eperszósz, mivel most nekem csak fagyasztott eprem van, és az nem néz ki olyan jól, meg egy kicsit így összepunnyad a végén, ezért a málnát választottam, fagyasztott málnát darabokat fogok beletenni, és lehet tálalni. Szerintem a világ egyik legegyszerűbb gyümölcslevese ez. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha ti is tudtok valamilyen gyors ételeket, hogy azokat meg tudjuk másokkal is osztani. Tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési, illetve e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!